6 éve indult útjára a Nemzeti Tehetségprogram, amelynek keretében a vásárhelyi Asztalos Kata másodszor részesült a Nemzet Fiatal Tehetsége ösztöndíjban. Az egyösszegű támogatásból a tudományos munkájához nélkülözhetetlen, korszerű számítógépet vásárol majd. Az egyéni ösztöndíjak odaítélésekor a zsűri a sport, a tudomány és a művészet területéről választotta ki a támogatásra érdemeseket a Nemzet Fiatal Tehetsége díj átadásakor. Asztalos Kata esetében főként a fiatal lány zenei észlelés területén végzett kutatásait emelték ki az ítészek. A szempontom közül elsősorban a tudományos tevékenységem volt, ami meghatározó, és ez az elmúlt év ebből a szempontból kifejezetten fontos is volt a számomra, hiszen júniusban védtem meg a doktori disszertációmat, a PhD értekezésemet, úgyhogy ez egy meghatározó szakasz volt. Emellett a tudományos téren igyekszek továbbra is aktív maradni, ezt is természetesen honorálhatta a zsűri. Most szeptemberben indult meg egy MTA-val közös pályázatunk, egy szakmódszertani pályázat, ahol az MTA Agyi Képalkotó Központnak a munkacsoportjával és a Zeneakadémia kutatóival dolgozunk együtt. A Doktoranduszok Országos Szövetségének tisztségviselőjeként, a DOSZ elnökségi tagjaként tudományszervezői, közösségépítői és érdekképviseleti munkát is végez a Fiatal Tehetség. Novemberben a szervezet egyik legnagyobb konferenciáját hozzák Hódmezővásárhelyre. 100 fiatal kutatót fog a város vendégül látni, és ők mind-mind maguknak a területüknek is nagyon jeles képviselői, illetve az érdekképviseletben és a közösségépítésben is nagyon sokat tesznek le az asztalra az itthoni tudományos életben. Úgyhogy külön öröm és büszkeség számomra vásárhelyiként, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata is támogatja ezt a rendezvényt, és különösen köszönjük a segítséget Almás István polgármester úrnak és Segedű Zoltán alpolgármester úrnak. A Szegedi Egyetem oktatója jelenleg már tanársegédként dolgozik. Az egyösszegű ösztöndíjat munkája számítógépes hátterének fejlesztésére fordítja majd, hiszen további 4 évre biztosítja a kutatás lehetőségét az elnyert szakmódszertani pályázat.